Jó napot kívánok, sziasztok, köszöntelek benneteket, az M3 autóparkban vagyunk, egy Ford Fiesta-t nézzük meg, 2013. decemberi a darab, kettő darab gazdája volt, az autó végig digitális Ford márka szervizben szervizelődött, ennek nyoma is van, és ezt meg fogjuk majd nézegetni. Az autónak az 1248 köbcentis benzinmotorja van, ami ugye 16 szelepes, és ugye ez most 60 lóerős, Euro 5-ös. Aztán van egy jó kis filc tollam, ezzel szoktunk mindig csinálni olyanokat, hogy egy-két dolgot kiemelünk. Hát én azt gondolom, hogy lesz mit megnézegetnünk, hiszen kiemeltünk egy-két dolgot. Itt van velem Feri Peti, Concerto kollégám, aki kell majd ott szépen át fogjuk nézni a dokumentumokat. Jobban gondolom, mi már átnéztük és fel is készültünk rá, hogy eljutunk arra a szintre, hogy ezt ti majd látni fogjátok. Öt ajtós különben a kocsi, és ezüst metál színű ez a Ford Fiesta. Téli kerekek vannak rajta, nagyon jó állapotú és jó mély bordázatú, Semperit márkájú gumikat fogunk rajta találni. Ezt majd ugye meg tudjátok nézni a képek között is, mert ugye lefotóztunk, és ugye minden le van fotózva, www.m3autopark.hu oldalon tudjátok majd ugye megnézni az autónak ezt a dokumentumait és fényképeit is még pluszban. Na akkor nézzük meg ezt a mocit, ugye, látod, két vezérműtengely, és négyhengeres benzinmotor, mint mondottam, Euro 5-ös gazdaságos fogyasztású, ilyen 5,5 között szerintem el kell, hogy menjen itt a városban is, és van egy jó varta aksink, ott megfelelő szintet látunk a kiegyenlőtartályban, ennyit tudunk, de amúgy nem rég volt ugye Ford márka szervizbe, ezt is meg fogom nektek mutatni, amúgy pedig ezt fogjátok hallani, hogyha nem beszélek. A lámpák tiszták, egészségesek, az üvegezése tökéletes, tükörindexes az autónk, és ugye mivel 5 ajtós, könnyen lehet bele pakolni, és ugye ledönthetők kétharmad, egyharmad részben ugye ezek a támlák, van benne csomagtértárca, nagyon szép tiszta különben, nincs leverve, alatta pedig látjuk, hogy defektjavító szettel készítette, adták át ugye a járművet, meg is van hozzá teljes originál szett, van hozzá ugye EU dobozka, sárga mellény, hogy minden el fel van szerelve. Nézzük meg, mi van hozzá. Itt van mellettem egy szett nyári gumi, ezek Semperit márkájúak szintén, és ugye gyári dísztárcsával van ugye szerelve, minden négy darab, ez de majd bekerül a hátuljába, ide fogjuk majd szépen berakni a gumikat, felnistől együtt van dísztárcsával. Azt mondja, hogy van itt oldal légzsák, elől légzsák, és nagyon biztonságos, hát biztonságos, tehát ugye ha baleset lenne, akkor ugye van térd légzsákunk is, ami jó jöhet egy ilyen, hát sajnos szembejövő ütközésnél, vagy valaminek neki megyünk. Amúgy nagyon szép, tiszta, látjátok, tökéletes állapotban van az autónak a szövetkárpitozása. Itt is, ugyanezt látjuk az első ülésen is, és van itt két elektromos ablakunk, amit rögtön meg is tudnánk próbálni, ha akarnám. Akartam. Kipróbáltam különben mindent benne, minden működik az autóban. Ilyen szép a kormánya még. Ugye 100 ezer kilométer van benne, 105 ezer. Amiről meg is fogunk mindjárt bizonyosodni, hogy tényleg úgy is van-e. Kicsit levesszük ezt a klasszikus zenét. Amúgy, ha már itt tartunk, van benne CD rádió, ugye AUX USB, hol vagy? Itt. Lent, AUX USB, és ugye Bluetooth is van benne, meg centrálzár is. Manuális klímát találunk benne, de engem nem ez érdekelt most, hanem az, hogy van ülésfűtés, ráadásul ugye két fokozatban állítható. Ezt is kipróbáltuk, jó meleget csinálni itt az embernek a feneke alá, míg tudom én, kiállunk a garázsból, beszállunk egyebek, lekaparjuk a jeget, onnantól kezdve már melegíti az embernek a sejhaját, és akkor itt van valamink, ugye, amit mondtam, hogy majd kisárgáztunk, meg is nézzük. Kezdjük ezzel, mert ez van a legfölül, összekészítettük a srácokkal. Azt mondja, hogy ez egy digitális Ford márka szerviz könyv, itt látjátok, szintén le van fotózva, újkorától kezdve odahorták, és az utolsó bejegyzés 23.8.18, 102.353, ha minden igaz, és jól látom. Ugye Magyarországon ez forgalomba helyeződik, itt van az adatlapja, és akkor
én ezt szintén lefotóztam, de a legutolsót mutattam felesleges, és nem akarom itt eddig nyújtani ezt a bemutatót, tehát végig újkorától kezdve megvannak a műszaki vizsga adatlapjai, ami 23.11. hó 7-én készült, például ugye ez a legutolsó, amit látunk, akkor volt benne 104.786, és van egy előző óraállásunk az előző évről is, mondom, újkorától megvan az összes, ezt visszaadjuk koncertónak, és vigyázz rám, hogy nehogy elveszem. És akkor megnézzük, hogy mi van még itt. Van két kulcsom biztosan, egy bicskás, meg egy ilyen másik típusú fajta. Bezár, kinyit. És akkor van itt megint egy csomó lámpa, ugye kigyullad, de minket egy érdekel, hogy minden aludjon ki, ami ott világít. És most már csak ugye az hiányzik onnan, hogy tankolnánk esetleg, de az nem fog megtörténni itt. Szép kis kék a háttér, ezt látjátok, itt is a mutatók is szépen világítanak ilyen kék színben, és mindjárt várunk egy lámpára, addig pedig meg tudjuk nézni a kormányát, ami ugye, mint mondottam, ugye állítható magassággal rendelkezik, így, és ugye a pedálsort akartam még megmutatni nektek, ha elengedek mindent, akkor rá lehet nézni. Így néznek ki ugye ott a pedálok, nincsen megkopva benne semmi. Nagyon kis finom csendes autó. Ebbe a kis országban ez bőségesen elegendő. Nem vagyunk sokan, mert azért csak inkább négyen üljünk egy ekkora kocsiba, de ha muszáj, akkor azért öten is tudunk vele menni, mert hogy öt személyes ő. Nagyon finom kis jószág, de nem megyünk ilyen jó kis lukakba, akkor is csendesen megyünk át rajta, nem kopog, nem zörög, nem fúj ki. Tökéletesen finoman jól megy, jó a váltó, kuplunk. Bátran eljöhettek, mert az autó rendkívül jó állapotban van szerintem, és egy karban tartott jó kis kocsi. Megérkeztünk, itt ez volt ez a kis körünk, és akkor menjünk vele hátrafelé is egy nagyon kicsit, pont annyit, hogy visszaérjünk, mert bepakoljuk a gumikat még ide a hátuljába. Így, né? Úgyhogy megérkeztünk, gyertek el, szerintem nem lesz ez sokáig meg, mert tényleg egy rendkívül jó állapotban lévő kis kocsi. Köszönöm, hogy velünk voltatok, ne felejtsétek el ezt megnyomni, gyertek el hozzánk az M3 autóparkba, Budapesten vagyunk a 15. kerület Szent Mihály út 90 számba. Sziasztok!